Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket itt az Európai Nyári Challenges Series kvalifikációján, ahol nem mi leszünk ketten a mai kommentátorok. Én Livius vagyok, szia Edi! Szervusz Livius! Üdvözlöm a kedves nézőket! Nem tudom egyébként, hogy van-e rajtam hang, bár valószínűleg van. Vagy akkor most talán van. Most már majdnem biztos, igen. Szóval, akkor üdvözlöm én is újfent a kedves nézőket. Téged is, kedves Livius. Szia, Edi. A két csapatunk pedig, akiket elsőként nézhetünk majd meg, az egyrészt az MNM Gaming csapata, ők egy angliai, londoni székhelyű csapat, a másik pedig a Millennium, akit azért jobban ismerhet már igazándiból a közönség, hiszen ők már szerepeltek egy alkalommal a Challenger Series-ben, ahonnan azonban ugye elég sok játékos távozott, gyakorlatilag az egész csapat kicserélődött. Köszönhető ez ugye annak is, hogy a tavaszi LCS-ben is már két, vagy ha jól emlékszem, három ember is szerepelt az európai LCS-ben, nevezetesen például egyébként Joko is. Azóta viszont ugye sok minden történt, ki is estek, most itt a lehetőség számukra is, hogy újra visszakerüljenek a csapat, vagy a csoportba. Így van, nem kisebb tornáról beszélgetünk, mint ugye a Challenger Series kvalifikációról, tehát aki itt ugye az a két csapat, aki majd a végén meg tudják nyerni az egészet, azok jutnak majd be a Challenger Series-be, ami felett pedig már az LCS-be való jutásért megy a csata, tehát nagyon komoly tétekről beszélgetünk. Ugye beszélgessünk arra egy kicsit arról, hogy hogy lesz az lebonyolítás az egész hetünknek, mivel egy egész héten a Challenger Series kvalifikációval fogunk foglalkozni. Tehát azt hiszem, hogy vasárnap lesz a döntőnk, ugye? Tehát egész vasárnapig végigvethetitek velünk az összecsapásokat. Van A és B csoport, és ők játszanak egymás ellen legalábbis szombatig. Igen, az mind a két csoportban 6-6 csapat szerepel. Ők különböző beosztások szerint kerülhettek ide, például az európai... Hát, mondhatnám, hogy a West oldaláról ugye az első három csapat, illetve ugye az EUNE szerveréről is az első, ott csak ugye az első helyezett jutott be. Ez nevezetesen éppen a Beautiful Talented Mennek a bizony csapata volt. Magyar érdekeltség ugye itt is megfigyelhető. Uh-huh. Ezen kívül bejutott a spanyol bajnok, a német bajnok, ugye az Egyesült Királyságból is, és ha jól olvasom, akkor még a francia, lengyel, illetve az északi régióból egy csapat adja ezt a 12 fős társaságot, vagy bajnokságot, uh-huh, ami egyébként úgy fog kinézni, ahogy te is mondtad, szombatig mindenki játszik mindenkivel, viszont csak egy mérkőzéseket, nem lesz visszavágó sem, amit ugye most láthatunk az MNM-nek, illetve a Millennium csapatának az összecsapását, ezt most már többet nem fogjuk látni, hát ha csak nem a későbbiekben sem, mert hogy úgy fog kinézni az egész, bizony, hogy a 6-6 csapatból az első, illetve a második fog majd játszani vasárnap egymás ellen, uh-huh. Viszont nem kieséses rendszerben, hanem szimplán két BO5-ös szériát figyelhetünk majd meg, és az A csapatnak az első helyezettje, illetve a B csapatnak a másodikja fog, ugyanígy az A csapatnak a második csapata, illetve a B csapatnak az elsője fog egymás ellen játszani, és aki azt a szériát megnyeri, az onnantól kezdve kvalifikálta magát a tehát Challenger Series-re. Az a két csapat fog feljutni a Challenger Series-re. Úgyhogy eléggé eseménydús hetünk van, érdemes ma is velünk tartani, illetve az egész héten, így hogy most ugye az MSI véget ért, és ugye még a nyári szezonra várnunk kell egy kicsit, úgyhogy most ilyen kis csemegével készültünk nektek. Azt sincs már messze, júniusban indul. Igen, haladunk, repül az idő, miközben jól mulatunk, reméljük, hogy most a MNM, illetve a Millennium csapata is jó mulatságot fog nekünk nyújtani a mai nap folyamán, szerinted? Könnyen meg lehet, ugye az biztos, hogy első mérkőzés. Tehát úgy gondolom, hogy izgalmakban már itt sem lesz hiány, uh-huh, de az könnyen előfordulhat, hogy azért még az izgulás, a vizsgadruk úgymond az megfigyelhető lesz mind a két csapatnál. Majd kiderül, bizakodjunk a legjobban, illetve abban, hogy jó mérkőzéseket fogunk látni, hiszen ugye beszéltünk erről, nem rossz csapatok ezek. Semmiképpen sem, illetve én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye itt ez most egy ilyen hirtelen halál dolog szerintem. Igen. Tehát egyetlen egy meccsed van az ellen a csapat ellen, nem építhetsz arra, hogy az előző mérkőzés, hogy majd a következőre, hogy most ezt kitapasztaljuk, ki az erős, ki a gyenge. Egyetlen egy dolgot elrontasz, akkor az egész mérkőzésre befolyásolhatja, és akkor már az egész szériádat, hiszen ugye, hogyha valaki például végigveri az egész csoportot, akár, az konkrétan tovább is jut azonnal első helyen. Persze még nem garantált, hogy ki jut, hiszen pontosan ezt beszéltük az előbb, hogy attól függetlenül a másik csoport második helye még megviccel, helyezettje még megviccelheti őt. Ezek lesznek ugye majd a hétvégén.
Szóval nagyon érdekes lesz az, hogy ez hogyan hat a csapatokra, ki tudja jobban megállni a helyét, hiszen például már az LCS-ből is láthattuk, hogy voltak olyan csapatok, akik azokat a mérkőzéseket, ahol kevesebbet játszottak egymás ellen, nem annyira preferálták, viszont ugye a BO 5-ös szériát, azt már sokkal inkább. Igen, ez egy megoldandó feladat lehet minden csapat számára, hogy tényleg egy meccs alatt dől el nagyon sok minden, azt nem mondom, hogy minden, mert hát azért lehet javítani, de tény, hogy ahogy te is mondtad, hogy ha valaki mondjuk megnyeri az összes mérkőzését, akkor azért az elég jó előjelekkel kezdheti meg a vasárnapot. Szóval persze nem biztos, hogy bejut, de én úgy gondolom, hogy ha lesz itt olyan csapat, aki ezt meg tudja tenni, akkor annak nem lesz gondja a Challenger Series-be való kerüléssel sem. Mindenképpen igazad van. Persze attól is függ, ugye, hogy ki milyen lábbal kell föl, milyen napot fognak ki, és ne felejtsük el, hogy ugye nézik egymást a csapatok, tehát a csoportok is figyelnek persze egymásokra, és ugye ne felejtsük el, hogy vasárnap már BO 5-ös szériába fognak játszani egymás ellen a játékosok, mind a két, tehát ugye két BO 5-ös szériánk van vasárnapra, és akkor teljesen másképp épülhet fel az összecsapás, más karakterek, más taktikák, de egyelőre ennek az egész nagy történetnek a nyitó mérkőzése a Millennium versus MNM. Amihez egyébként lassan meg is érkezünk. Még azért teljes bizonyossággal nem mondhatjuk, hogy látni is fogjuk majd a tiltás és választási fázist, ez majd kiderül, amint bekerülünk úgymond a játékba. Az viszont biztos, ugye, hogy 3 perces delay-jel majd azért számolni kell, itt majd valószínűleg visszakaptok egy kis zenét, meg hát talán valami jó kis képet. Nem mi fogunk énekelni, nehogy félreértsétek, hanem ugye ezeket a jó kis számokat, amit eddig is hallhattunk a szünetképen, azokat kaphatjuk vissza. No, beszélgessünk kicsit a Millenniumról. Ők valahogy nem nagyon akar nekik ez a feljutás dolog sikerülni. Állandóan ott voltak, ugye például a Challenger Series-ben is játszottak, aztán a tavaszi szezonban az utolsó helyet kapták el, és ezért is kerültek most ide. Azt hiszem, hogy most egészen komolyan bizonyítaniuk kéne valamit, mert már egy nagyon régi csapatról beszélgetünk. Az biztos, hogy nem ma kezdték, viszont az meg a másik oldalról lehet érdekes, hogy ugye teljesen más az ő csapat összeállításuk. Erről még talán éppen veled beszéltem valamelyik észak-amerikai adás után, ugye az egyik gyors étteremben. Na mindegy, hogy a Millennium ilyen szempontból nagyon érdekes volt, hogy csapatként a játékosok ugye nem tudtak kijutni, viszont az, hogy az egyéni képességeik elvitathatatlanok voltak, az ugye mutatja azt, hogy ténylegesen többen is bekerültek az európai LCS versenysorozatában. Tehát igazándiból nem azzal volt a gond, hogy ne lennének ügyes játékosok, vagy ne találná meg a Millennium csapata a tehetséges fiatalokat. Vagy rutinosabbakat. A Joko azért már nem fiatal jó, például. Persze. És egyébként időközben megérkeztünk ebbe a tiltási és választási fázisba, ahol gondolom ti is éppen ugyanannyit láttok ebből, mint mi, tehát gyakorlatilag igazándiból semmit. Ez lesz majd valószínűleg végig. Legalábbis ez a sötétség lesz, de attól függetlenül látjuk az eseményeket. Ugye azonnal meg is kaptunk egy Twitch tiltást az MNM csapatának az oldaláról, míg az ezzel szemben egy Kennen tiltás, mondhatjuk, hogy két lövészt vágtak ki azonnal. Két lövészt, igen, viszont ugye megint csak más kérdés az, hogy Kennen ugyanúgy érkezhet a felső ösvére, illetve mivel ugye a 7.10-es patchben játszunk, így ugye akár mondhatnám azt is, hogy inkább a felső ösvényre érkezik, ugye nagy átalakítás volt, az úgymond tankosabb felső ösvényeseket én úgy gondolom, hogy ritkábban fogjuk majd látni. Ezzel szemben viszont sok olyan hős előkerülhet megint, akik az elmúlt időszakban kicsit kiszorultak a metából, viszont ha már meta, akkor abszolút két meta hőst tiltott mind a két csapat. Úgy gondolom, hogy ez Syndra-ról és Ivern-ről is elmondható. Az pedig, hogy egy trash tiltást ér, az megint sok mindent elmond magáról az átalakuló csapat kompozíciókról, de ki tudja, lehet, hogy az MNM csapata valami mélyebb ismeretekkel rendelkezik Akatsuné-ről és az ő játékáról. Vagy Murmel-ről. Ha megnézed ugye a kékoldali tiltásokat, majdnem egy véd meg a lövész kompozíciót vágtak ki, bele kényszerítve a piros oldalt egy Lulu tiltásba, hiszen abszolút, ha nem hozzák el, akkor azonnal megérkezik. Lulu ugye kapott egy kis gyengítést az elképességére, érkezett egy némi gyengítés, de ettől függetlenül még mindig az alsó ösvény egyik szörnyetege lehet, illetve megérkezett a másik, Karma. Igen, én még mindig egy kicsit a WE csapatának bűvöletében élek így az MSI után, úgyhogy nem
lennék arról meggyőződve, hogy ez biztosan támogató pozícióba érkezik. Ki tudja, talán Larsen is kicsit olyan, mint Sie, és lehet, hogy szereti ő is játszani a középső ösvényén ezt a hőst. Én a magam részéről ennek mindenképpen örülnék, de tény, hogy sokkal inkább valószínű az a támogató karma. Az viszont, hogy Caitlin lövész pozícióba érkezik, az egészen bizonyos. Mint ahogy az is, hogy most már ugye ő fog megérkezni az idézők szurdokába. És rögtön elhozza a Millennium csapata táliát. Érdekes választás, hogy rögtön a második lehetőségként középső ösvényest választanak. Már a középső ösvényest választanak. Például Talia támogatót is láttunk már, bár nem valószínű, meglepődnék. Engem ami például még érdekel, hogy például Lee Sin, például megyek el jósolni, érkezik az idézők szurdokába, dacára a gyengítéseknek ugye a sárkány dühét gyengítették rajta, igen. A sárkány dühét gyengítették rajta, illetve a mozgási sebességét a dzsungelben. Úgy gondolom, hogy ez valamennyire fair, viszont abból a szempontból nem fogja megfogni Lee Sin, hogy még mindig az egyik legkönnyebb rajtaütéssel rendelkező karakter a játék korai szakaszában. Az biztos, igen, az én ismeretségi körömben is vannak olyan például középső ösvényes játékos, akivel játszunk, egyszerűen tiltani kell Lee Sin-t, mert képtelen ellene meglenni, és teljesen kiégetik. Hát az biztos, hogy Lee Sin-nel erre lehetősége van az M&M csapatának, hogy fókuszálja a középső ösvényt. Viszont, hogyha erre van jó ellenválasztás, és mondjuk olyan hős, aki hasonlíthat Lee Sin-nek a játékára, akkor az egyértelműen Elise, akit el is hoz a Millennium gárdája. Emellett egyébként még ugye ezt az S lövészt láthattuk meg. S-kar majd nagyon erős kombó szerintem. Tehát mind kezdeményezésügyileg, mind sebzésügyileg, mind pedig menekülés erő szempontjából nagyon jók. Ugye az inspirációval meg tudod menteni S-t, nyilván nem fogod úgy kihozni egy gubóból, mint egy Thresh vagy egy Tahmkench például, de ettől függetlenül jól meg tudod segíteni abban, hogy ki tudja kerülni az érkező CC-ket. A következő tiltás pedig egy bűvész a középső ösvényről, akihez most nem nagyon nyúltak a változtatások folyamán, úgy tűnik, hogy talán már megtalálták LeBlancnak van az egyensúlyt. Igen, nem is véletlen, hogy a középső ösvényes tilt a Millennium gárdája. Könnyen előfordulhat, hogy innentől kezdve ők már csak úgymond midest fognak tiltani, hiszen mondja az M&M csapata nem rendelkezik még középső ösvényes őse. Hát ha nem ugye karma, az viszont biztos, hogy zárra sem lesz elérhető az idézők szurdokában, és még egy tiltása lehet az M&M csapatának, hogyha ugye egyrészt ki szeretnék használni egyáltalán. Még mindig a huni bűvöletben élünk a fióra tiltással, megérkezett az is, az MSI-t is figyelték, úgy tűnik a csapatok és a játékosok. No, igen, Nami tiltás, nézd meg, az M&M csapata töményen alsó ösvényeseket tiltott, ebből Ivan mondjuk nem, de ezen kívül 3 támogató játékos. Én viszont ezek után én nagyon kíváncsi leszek Akuzunéra, mert jó, mondhatjuk még egy Ivan trash tiltás után, hogy a véd meg a lövész kompozíciót szeretnék szétbombázni, de az, hogy nem felső ösvényre tiltanak, hanem utána két lehetőségből is kétszer támogatott, az sok mindent előrevetíthet. Shen érkezik a felső ösvényre, aki kicsit meglepett, hogy nem tiltották ki, bár mostanában nem annyira alapvető tiltás, mint ahogy megszokhattuk tőlük. Nem, majd a tárgy az építkezésére leszek kíváncsi. Igen, viszont hogyha ennyire meg akarod lőni azt, hogy ne tudják megvédeni a lövészt, akkor Shen nem tiltott ki. Érdekes párhuzam. Orianna a középső ösvényen, akkor Karma biztos, hogy támogató játékos karakterként érkezik. A Lee Sin Oriannát nem hiszem, hogy magyaráznom kell, mindig is erős volt, és szerintem mindig is erős lesz. Nem tudom, azért mostanában láthatunk Orianna támogatót is, na jó, viccet félretéve. És egyébként működik? Többet tudsz, mint én gondoltam. Működik, hidd el. Persze, tudom, én is szoktam, de... Ja, tényleg? Én azt néztem, hát hogy rám gondolsz, hogy játszottunk mi együtt így, ilyesmit, és azt így bólogatta, hogy igen. Kemil a felső ösvényen. Ha van valaki, aki komoly ellenfele lehet igazándiból bárkinek a felső ösvényen, akkor az maga Kemil. Főleg nem ugye, vagyok Kemil. Nem, főleg ugye annak tükrében, hogy egy fiórát már kitiltottak. Úgy gondolom, hogy Shennek is meggyűlhet. Az egy Shen támogató. Baja, az egy Shen támogató. Be akartam dobni, esküszöm, de mondom, nem hiszem. Vagy lehet, hogy mégis Kled lesz a támogató pozícióban. Húha. Igen. Húha. Az egy vagány híves. Szétbombázzátok az ösvényemet, minden támogatót kivágtok. Kled támogató. Hát ha nem is egy Tahmkench, de azért
őt is nehéz lesz megölni, vagy egyáltalán levadászni. Na jó, erre kíváncsi leszek. Na azért. Jó, így már. És így még már visszaváltják érzik. Kétszer is felforgatnak mindent. Igen, és a végén egy tália támogatók lett középső. Na azt megnézném. Így azért a Shen támogató szerintem validabb, mint azért egy Kled. Miért? Mert tud védeni az alaptámadásoktól, van egy pajzsa, stb. Kled, de mit csinálsz? Egy medvecsapdát bedobsz, és így ennyi. Igen, viszont a mérkőzésnek kifejezetten a korai szakaszában jelentős sebzéssel bírhat. Uh-huh. Jó, persze sem lesz, de... Akkor most pedig vissza is adnánk a hangot, majd nem sokára. Szóval azt mondod, hogy... Várjuk ki a végét? Igen, én is így gondolom. És akkor most adnánk vissza. Nem? Még mindig nem? Hát jó, akkor tudom, hogy eddig beszélgessünk. Mi a helyzet? Semmi különös. Egész nap vártuk az esőt itt ebben a csodás fővárosunkban, és úgy tűnik, hogy szépen lassan meg is érkezik, vagy legalábbis a szél az megélénkült. Amúgy nem esik rosszul. Annyira forró lett a hangulat, legalábbis a Challenger Series kvalifikációja miatt, ahol pedig, ha jól látom, Orianna érkezik egy megtisztulással. Igen, és végül egyébként Akutsune is lecserélte a maga idézői képességét. Nagyon sokáig égetés volt nála, ám azonban a végén ő is kicserélte ezt egy kifárasztásra. Agresszív lenne azért, ez a Shen. Égetősen. Na jó, de hát mikor láttunk utoljára egyáltalán Shen támogatott? Ki tudja, mikor láttuk utoljára? Hát rég. Lássuk be. No, Talia Orianna középső ösvény. Azt hiszem pont veled beszélgettem arról, hogy az Oriannának a játék korai szakasza mennyire erős és mennyire nem, úgyhogy meg nem merek szólalni ezben kapcsolatban, kérlek fejtsd ki. Már most arra gondolsz, hogy amikor én azt mondtam, hogy szerintem az Oriannának nincs is gyenge korai fázisa? Vagy van egy olyan rossz érzésem, hogy rosszá ízzel gondolsz az Oriannákra, Edi. Van valami a negatív tapasztalatod? Negatív? Nincs. Igen. Aha. Ne felejtsük el, egyébként a magyar néző közönségnek szeretnénk kijelenteni, hogy ma is Arvil kezeli a kamerát, szóval, hogyha bármi szuperül sikerül, az tuti, hogy ő volt. Igen, igen, azt merem de mondani, nem egyedül hogy dolgozik, tehát hogyha nem egyedül, így van. Ami nem jön be, az biztos, hogy nem az ő hibája kicsit volt. A játék, mint hogyha hangos lenne, úgy érzem, hogy nem akarja hallani, amit beszélgetünk. Így már azért szolidabb helyzetbe kerültünk. No, akkor az első mérkőzés. Ne. De igen, az első mérkőzés. Nem, eddig. Nézd meg Ludiszt. Tényleg az első. Nézd meg Ludiszt, az S-tárgy választást, bocsánat. Dorán pajzsa, a változtatások miatt szokták már jó a lövészeknek is, ugyanis már segít a farmolásban, illetve nem kis bónusz az, hogy kettő darab potit tudsz venni, nem egyet. Láttunk már egyébként a roadshow kvalifikáción ilyen választást. Úgyhogy várható volt, hogy a lövészekhez érkezik majd ez a tárgy. Ezzel szemben Caitlyn viszont maradt a szokásos Dorán kardja kezdésnél, viszont ez azt jelenti, hogy a piszkálódással szemben védtelenebbek, ami érdekes, mert talán azt merem mondani, hogy a kék csapatban lesz a több piszkálódás. Hát Lee Sin révén ez mindenképpen elmondható, ám azonban, hogy ez mennyire lesz sikeres, az még ugye egy nagy kérdés egyelőre. Kruimel hát próbálja elzárni az útját az M&M csapatának, hogy esetleg egy mélyebb őrszemet ki tudjanak helyezni. Jól is teszi, bár az is igaz, hogy ez a Lee Sin úgy tűnik, hogy nem akar átmenni az ellenfél dzsungelébe, hanem a kék erősítést szeretné a magáévá tenni. Ebben Camille, mint jó felső ösvényes, be is segít neki. Csak hogy aztán nehogy lemaradjon a farmról. Igen. Nem hiszem, hogy ebből komolyabb gondjai lesznek. A Kled Camille felső ösvény nagyon érdekes lesz szerintem. Nem mernék győztes hirdetni. Nagyon sok fog múlni a medvecsapdákon, a falhorgokon keresztül. Te pedig jegyezd meg azt egyszer, hogy nem megy át a Lee Sin az ellenfél dzsungelébe, és azonnal átmegy. Úgyhogy egyelőre megpróbálja ellopni a vörös szederhátat. Kérdés az, hogy hogy reagál Medere Nero? Hát Elise is a kék erősítésének megszerzése után ugyan nem indult át rögtön, de ki tudja, talán még odaérhet, hogy már a farkasokat is elhozta. Kíváncsi leszek, hogy egyáltalán találkoznak-e. Igen, most késett róla. Épp hogy, pont akkor sújtott ugyebár Kadir, amikor Nero megérkezett. Így viszont egy kis előny Lee Sinnél legalábbis ebből a szempontból. Igen. A Ping pedig egyébként megtalálja Nerót, és pontosan oda érkezett, ahol éppen ő tanyázott. Viszont az, hogy bevállalja-e, hogy átmegy
az ellenfélnek a dzsungelébe, és megpróbálja ő is eltulajdonítani az ellenfélnek a vörös erősítését, az kérdéses, úgy tűnik, hogy ezt megpróbálja, és még inkább úgy tűnik, hogy erre akár lehetősége is lehet, mert Lee Sin nem vándorolt egyből a vörös erősítéséhez, hanem bizony egy kis farkas lakomát csapott. És Talia is ott van a közelben, ami nem biztos, hogy jó. Na, megint Kadir is csak egy picit fog lemaradni a saját erősítéséről. Így van! Mint hogyha ugyanazt láttuk volna falhorog közben Blosterre. Rift is sebzi azt a kis Kledet, akinek azonnal cserben hagyja hűséges társa, viszont ne felejtsük el, hogy az visszatér. Itt talán az ösvényen kicsit Blonsternél van az előny. Tudod, olyan, mint Han Solo az új reményben. Aha. Ugye elmegy, mindenki azt jó, csak a pénzért lesz, amikor kell, akkor visszajön. Akkor visszajön, bizony. Itt pedig ment a buli. Viszont Skarl nem kapott annyit még, hogy elfusson. A mérkőzés negyedik percében pedig igazándiból a Lee Sinnek az agresszív dzsungel játéken kívül nem sok mindent tudunk megjegyezni. Olyan nagy farmelőnyt senki nem tudott kialakítani. Igazándiból még rajtaütést sem láthatunk eddig, de most jön Niro. Ilyen bizony, viszont szép a gubó, azonnal jön a felbőszítés, Pummel próbál sebezni, a sebzés elég, a kritikus sebzés viszont nem, de a villanás előre kezdeményezés azonnal be tudja fejezni Ash-t. Itt pedig egy kis kommunikációs hiba volt, hiszen a torony Murmelt lőtte, Nero pedig egyszerűen villant, mert azt hitte, hogy őt. Igen, és annak köszönhetően, hogy Ludiz elhasználta mindkét idézői képességét, és még Hedo is. A kifárasztását jelentős idézői képesség előnybe kerül a Millennium csapata az alsó ösvényen, nem beszélve arról, hogy az első gyilkosságot a Millennium csapatának lövésze kapta meg. Nem tudom, hogy lesz-e erről visszajátszás, viszont egy előjáróban is mindenképpen meg kell azt említenünk, hogy Ludiz hibázott, én úgy gondolom, megállt egy alaptámadásért, és ezzel lehetőséget adott Caitlynnek arra, hogy kioszthasson rá még egy alapsebzést. Köszönhetően annak, hogy nem hiszem, hogy egy 30 életerőnél többen rendelkezett, be is sikerült őt fejezni, de majd a visszajátszásban megtudjuk. Egyébként szerintem el tudott volna menekülni. Hát erre még kíváncsi leszek, mert én Nero-nak a felemelkedés, leereszkedés is ott volt még a határon belül, tehát talán elérhettem volna, de ezt majd meglátjuk tényleg. Viszont nézzük azt, amit tudunk, hogy érkezik a Millennium rajtaütés az alsó ösvényre, ismét Ludiz a célpont, gyönyörű az árnyékugrás, és a gubó, és a lövész. Szevasz lövész, mi a helyzet? A Millennium nagyon-nagyon keményen kezdi a játékot, de egyébként ebből a kompozícióból szerintem számíthattunk is erre. Igen, ez nagyon-nagyon szép volt rögtön az árnyékugrás. Ugye Ash nem tud menekülni, nem rendelkezik villanással, majd rögtön a gubó, és abban a pillanatban már Murmel tette alá a Yordle csapdát, esélye nem volt menekülni. Ezt szépen csinálta a Millennium. Bucitól pedig halljuk, hogy szakad az eső. Igen. Kedves Buci, egész délután erre vártál. Ja? De igen. Viszont nekünk ez ettől függetlenül kellemesebb. Ne csukd be! Mivel, hogy így nem lesz olyan meleg a stúdióban. Igen, jó, köszönöm szépen. Ez jó, hogy nem láttad. Nem látta? De fura. Na, de mintha valami meccs is lenne itt, közben pedig Nero felemelkedik, aztán lejön. Azt hiszem, hogy maga a ilyenek a Nero-nak a névrokona is szerette a tüzes dolgokat. Teleporttal pedig Bloomster Finn érkezik vissza a felső ösvényre, és mint egy jó Kled rögtön megvásárolta magának a kalapácsot, bár talán ugye érdekes lehet, hiszen ezeknél a Kledeknél elég sűrűn láthatunk tiamatos kezdést is, ezzel ő nem élt, viszont ösvény ellenfele Rifty, úgy tűnik, hogy a hármaság hatalmát szeretné minél hamarabb befejezni, erre ugye már egy ragyogást meg is vásárolt, illetve még egy Rubin kristállyal is felvértezte magát, hogy azért életerő tekintetében se maradjon le Bloomster Finnről, akit mi lenne, ha megegyeznénk, hogy innentől kezdve mondjuk csak Bloomsternek hívjunk, mert ez a Bloomster Finn elég hosszú. Határozottan. Jó, Bloomster. Legyen így. Reméljük, hogy nem fogja őt zavarni. És akkor Bloomster érkezik. A rajtaütés
helyett egy kis 1v1-re, itt pedig azonnal egy mantrázott belső láng, ne felejtsük el, hogy Murmelnek nincs villanása, így a rajtaütéssel szemben sokkal sebezhetőbb. Igen, de azért, hogy egy Caitlynről beszélünk, akinek még ott van a 90 kaliberes hálója, úgyhogy akár adott esetben ugye még hátrébb is léphetne. Amit viszont mindenképpen meg kell említenünk, az az, hogy bár még a negyedik percben nem alakult ki farm előny egyik ösvényen sem, azért most már ugye a 9. percben lépve kijelenthetjük, hogy köszönhetően annak, hogy ugye az M&M lövésze kétszer is meghalt, volt ideje Murmelnek kicsit ellépni a farmban, hát nevezetesen egy jó 17-tel tud vezetni. Hoppá, hát lesz a visszadobás, Larson így azért kaphat egy adag sebzést, de ez semmilyen idézői képességet nem hoz ki belőle. Úgy tűnik, hogy a középső ösvény, mintha nehezen lenne rajta ütni, mint az alsó. Nagyon úgy tűnik. Az első sárkányunk pedig hegysárkány lesz a mérkőzésen. Ez megint csak jó célpontja lehet, azt mondanám, az előnyben játszó csapatnak, ami jelen pillanatban nevezetesen a Millennium, bár itt is inkább az lesz a fontos, hogy majd az első tornyot melyik csapat fogja tudni elhozni. A Dance-nek villannia kell, már visszatért a villanásra, mantrázott inspiráció. Nem sokáig volt meg. Nem, valóban. Ez egy ilyen rövid ciklusú villanás volt, közben pedig érkezik Rifty falhorog a kezdeményez Bloomsterre, akik most büfölhetik is egymást egy darabig. Vannak pingek rendesen, bizony, az egységben az erő, amire számítani kéne Rifty, azonnal a medvecsapda, azonnal az árnyékugrás és a Hextech ultimátummal még él egy darabig, majd a falhoroggal menekül, csak nem jó irányba, ugyanis ez nem a te bázisod. Akkor szóval jön hátulról, Bloomster is ott van mögötte, le kell osztani a sebzést, viszont ne felejtsük, hogy Riftynek van ám pajzsa. És valószínűleg lesz még neki falhorga is. Ezt túlélni már nehezen fogja, bár a falhorga még menekül, és a tobozig eljutván ott az esély, együtés, és kin vagyok a pokolból. Na nézzük, pedig villan azonnal jön, és jön a sebzés is. Ennyit erről, inkább meg se szólalok. Amikor azt mondom, túléli, nem éli túl, és fordítva. Viszont az egységben az erővel úgy gondolom, hogy nagyon szépen meglepték az M&M csapatát. Eddig javíts ki, ha tévedek, de mintha a Millennium sokkal jobban csapatként játszana, mint ellenfelük. Egyelőre legalábbis. De eddig abszolút igazad van, és ez elmondható róla. Nagyon furcsa volt, hogy ez a bizonyos Shen. Oké, hogy végső képességgel érkezik, na de hogy éppen a felső ösvényre, hát az egy külön pigmentériája volt, igen. Az pedig, hogy Rifty mennyi ideig tudott menekülni, az megint csak az ő érdeme. Megvallom őszintén, én nem voltam benne biztos, hogy Nirónak megéri majd az a villanás, vagy hogy egyáltalán fog villanni. De hát mivel utána ugye pókformában volt, kiosztott rá egy jó adag sebzést, és végső soron el is takarította. Jó, kijelenthetjük, hogy megérte. Mondjuk, hogyha egy középső ösvényesről lett volna szó, akkor nem lennék ebben annyira biztos, de így dzsungelesként ez még akár egy jó döntés is lehetett. Az egyetlen szépség hibája, hogy ebből Bloomster nem kapott semmit konkrétan. Igaz, nem is használt el ezért semmit. Tehát annyira végül is nem problémás a helyzet, esetleg egy kis farm előnyt. Viszont azzal sem rendelkezik, hiszen az ösvény ellenfele Rifty az, aki tudja ezt egyelőre dominálni. Igen, és előbb-utóbb most már nála is el fog készülni a kalapács. Meg amúgy is ugye van egy cipője, tehát mozgási sebesség bónuszban nem fog lemaradni azzal a Kleddel szemben. Még akkor sem, hogyha Kleddnek azért ott van egy végső képessége, amivel elég gyorsan át tud hidalni nagy távolságokat is. Szóval érkezően járt a 12. percében. Ugyan dacára annak, hogy a Millennium szépen tudja szedni a gyilkosságokat és jó rajtaütéseket csinál, ettől függetlenül aranyban annyira nem tudtak elhúzni, hiszen célpontokra ezeket még nem tudták kiváltani. És egyébként függetlenül attól, hogy 3-0-ra vezet a Millennium csapat. A 12. percben ugye, ahogy te is mondtad, tornyot nem tudtak hozni, ennek köszönhetően viszont igazándiból tényleges előnyük sem nagyon van. Mindösszesen az alsó ösvényen rendelkezik Murmel farm előnnyel, viszont ugyanezt Larson a középső ösvényen bedolgozza azzal az Orianával, aki egyébként már ott van a tárgy készletében, a Morellon amikor. De Hadónak kell arrébb lépnie azonnal, hiszen érkezett rá egy jó kis kezdeményezés, viszont könnyűszerrel tudott távozni onnan. Így egy újabb gyilkosság maradt el az idézők szurdokával. Na, nesze neked célpont. Murmel elhozza egyedül, amíg
Ludiz, hát a Tier 2-es tornya alatti bokorban afkol, mert a kristály élveszőt lő, de vajon talál-e? Valószínűleg nem talál. Nem talál. Az már nem. Ott átrepül. A kis térképen. Menj, légy szabad nyilvessző! Ne engedd, hogy utadat állják. Nem, hát Krujmet szerette volna elkapni. Akit el is kapta, csak Kadir. Közben valahol megölte, közben pedig látjuk, ahogy a sárkány hullik el. Krummel halála pedig olyan gyors volt, hogy nem láttuk. Valószínűsíthetően elég hamar el tudták takarítani, amit látunk, hogy Larsennek sem vonzás hulláma nincs, sem Kadirnak sárkány dühe. Valószínűleg a kettő végső képességnek a kombinációjával tudták eltakarítani a Millennium csapatának középső ösvényesét. Így már az MNM csapata is rendelkezik gyilkossággal. Tanári mozdulat Karmától, hogy hogy kell az árnyékugrást kikerülni az inspirációval. Szegény Sutyi pedig a ne bántsd a sutyarákot egyesületnek nem sikerült megvédeni ezen a mérkőzésen. Aha. Közben pedig ugye kaptunk egy információt, hogy 16-21-nél lesz egy kis szünet valószínűleg. Egy-két technikai problémát kell megoldani, ha jól tudom, akkor túl magasak a pingek. Ami persze nem jó semmelyik játékosnak sem, főleg akkor, hogy ez mondjuk több játékosnál is előfordul. Akkor inkább jobb. Ha csak egy valakit tud megbüntetni, akkor annak az embernek eléggé kellemetlen. Viszont szerintem Larsennek az Orianája, bár megeszi Krümelnek a sebzését, nem gondolom, hogy hátrányban lenne, mutatja ezt a 30 farmos előnye is. Illetve most annak köszönhetően, hogy egy feleslegesen nagy pálcát is megvásárolt, úgy gondolom, hogy sebzésben sem fog hiányt szenvedni. Még ugye Krümelnél nagyon érdekes volt, hiszen ő első alkalommal a cipőjét fejlesztette. Ennek köszönhetően persze még mindig nincs, nem készült el nála a Morellonomikon, de persze ez is csak ideiglenes. Az viszont, hogy az MNM csapatának a felsősönyös tornya meddig fog állni, az egy nagy kérdés. Hiszen ugye a Millennium csapata három emberrel szeretné ezt ostromolni, de láthattuk, hogy az MNM csapata is érkezik, hogy ugyanezt a tornyot megvédje. Így van, sikerült egy sárkányt, illetve egy tornyot is elhozni a Millennium csapatának. Úgy gondolom, hogy ez kielégíthette a célpontésénket. Ez egy teleport. Kettő ráadásul. Kemill is érkezik, rossz az árnyékugrás. Kristény össze nem talált, gyönyörű a vonzás hullám. Larsen be is fejezi Nérót hátul közben. Ludenz, aki próbál Blonster elől menekülni, viszont ez kettős gyilkosság azon az Oriannán. Rifti kapja a sebzést, Blonster megy előre, de inkább menekül, mint előre megy. Próbál Krujmelnek segíteni, Larsen a célpontja, be kell fejezni Larsen Oriannáját, mert lehet, hogy ez meg lesz egy penta. Legalábbis egy négyszeres gyilkosságra jó esély van, penta már nem hiszem. Talál a medvecsapda, közben menekül Skár, Larsen közelebb húzza a medvecsapdával, ez nem biztos, hogy megérte. Villan Larsen, nincs meg. A négyszeres gyilkosság legalábbis ilyen. Hát, fars, négyszeres gyilkosság azért meg lett. Hát a négyszeres nincs, de négy gyilkossága van. Na, tökélet, köszönöm a fogalmazásbeli kijavítást. Igaz. És most már van egy bedolgozott tornya is az MNM csapatának. Egyébként még az akció előtt éppen azt akartam volna mondani, hogy bár elhoztak egy serkenyt és egyébként az első tornyot is, de az arany előnyük nem változott azáltal, mert ugyanúgy körülbelül egy ezresre volt ez tehető. Szépen a gubó. És 16-21-kor ezt tuti, hogy kiszámolták. Ezt nekem senki nem magyarázza el, hogy ez így volt megtervezve, hogy 16-21-nél pont egy majdnem gyilkosságot láthatunk, ugye, ahol Rifti fog valószínűleg hát elhalálozni. Valószínűleg igen, falhoroggal már nehéz lenne menekülni, illetve... Hallod? Szívdobogás? Riftinek a szívdobogás. Aha, tehát na csak milyen részletes ez a... Az biztos, hogy nem, igen, de az biztos, hogy nem sokáig fog dobogni már. Edi, nem szép dolog ilyeneket mondani. Hát mivel tud tessék menekülni? Hinni a játékosokban, főleg Riftiben, aki már bemutatott nekünk egy majdnem gyönyörű menekülést. Akkor az ellenfele, aki végül megölt, az pont az Enero volt, aki valószínűleg most is megfogja. Most is megfogja. Igen. Na, hogy tetszik a meccs? Elég izgalmas, én úgy gondolom, és igen, a Millennium csapata meglehetősen jól kezdett, de láthatjuk, hogy az MNM egy akcióval ledolgozta. Nem csak, hogy ledolgozta a hátrányát, hanem még előnye is tudta ezt formálni. Larsennek a teljesítmény egyébként nagyon magabiztos a mai mérkőzésen, legalábbis eddig. Igen. Pedig ugye láthattuk, hogy Krujmel is egyből elhasználta a fércelt falat ezzel, ugye bezárta Larsent, de nagyon úgy tűnt, hogy Larsen ebből nem szeretne kimenekülni.
Meg hát jó, hogyha vannak ugye társak. Hát az mindig jó ebben a játékban. Egyedül azért nehéz lehozni, bár előfordul az is. És kezdem pedig láthatjuk azt, hogy a Rifty lehetséges, hogy mégiscsak elmenekül ebből a harcból, a toboz nincs ott. Így valószínűleg nem fog, szép a lassítás, de el fog, mondtam, jó. Hogy és megint Nero villan érte, a gubon fog múlni, majdnem minden védi, igen. Rifty elmenekül, mondtam, hogy trust, Edi, bízz benne. Jó. Nem tudod, kellett, hogy azt mondjam, hogy nem éri túl, hogy túlélje. Mm-hmm. Mert ha azt mondtam volna, hogy túlél, akkor biztos, hogy annyira jól bebiztosítod magad az ilyenekkel, hogy ez, és hogyha igazad van, akkor meg azt mondja, hát persze, ez volt. Teljesen egyértelmű volt, hogy... Hely csárkány lesz az. És tényleg, hát ez nagyon komoly volt. Gondoltam úgy, hogy kis szankciókat eszközölök a chaten rajtad, hogy ne add a titkainkat, de aztán végül. Na. A mérkőzés harmadik tornyát viszont a Millennium gárdája tudja ledönteni, kérdés? Hogy ráfáznak-e egyáltalán, egyelőre úgy tűnik, hogy nem, miközben egy pillanatra meg is láthatjuk az új suhanó súcsára, a fenét idézők. Na most idézők szurdokában. Az idézők szurdokában a szurdok hírnökét. Az idézők szurdokában a hírnököt. A sutyerákat. A sutyerák hírnökét. Jó, hagyjuk. Ez az új hírnök egyébként szerintem nagyon fantáziadús lett. Elég igen, erős, igen, viszont jó. Meg lehet ölni. Jóval könnyebben, mint a másikat, illetve ne felejtsük el, hogy inkább a célpontokra való, mint harcra. Hát hasznosabb is, az biztos, és egyébként még van elegendő ideje akár mindkét csapatnak, vagy hát a két csapat közül valamelyiknek, hogy elhozza ezt az erősítést, hogy ez megtörténik-e, az megint csak más kérdés, de így 18 perc alatt ez a három döntött torony, ez számomra azt sugallja, hogy valamennyire azért szükség lenne erre. Uh-huh. Attól függ, mert ha jól látom, pokoli sárkányunk a következő, ami érkezik majd. Az pokoli? Nem csak simán a sárkánynak a jelen? Nem, én a mizén láttam falon. Ah, jó. Nem vagyok benne biztos, de pokolira emlékszem. Szóval, hogy a pokoli sárkány érkezik az idézők szurdokába, akkor el kell gondolkodni azért a szurdok hírnak elhozásán, hogy a csapatoknak valaki kifordul a sárkányra, nem biztos, hogy harc lesz érte. Lehet, de vagy hogy egyáltalán szeretnének-e harcolni. Nem, most nem láttuk. Kedves Krujmel, megtehetted volna. Nem te vagy a sárkány jósunk? Nem. Akkor összekevertek, biztos a másik Edi az. De az biztos, hogy 20 másodperc múlva meglátjuk ezt a sárkányt. 17. Jó. A mérkőzés 19. percében Murmel majdnem 40 farmos előnnyel rendelkezik a lövész ellenfelével szemben, és nem csak, hogy a hurikán készült már el nála, hanem bizony a határtalan penge is, míg ezzel szemben Ludiz csak, idézőjelben, csak a letaszított király kardját tudta megvásárolni, jó? Az MNM csapata pedig maga biztosan el is hozza ezt a sárkány erősítést. Még ugye beszéltünk róla, illetve éppen te voltál az, aki említetted, hogy a szurdok hírnökére le lehetne csapni válaszként. Igen, csak hogy ezt pontosan tudja a Millennium csapata, és fércelt fallak Ruimel zárja szép. El őket onnan, ez egy tökéletesen igazi kínai nagyfal, ahogy használtuk ezt a WI esetében. Khalid viszont lebuktatja őket. Nem sok értelme van bemenni azért a hírnökért. Így Nero szerzi meg a hírnököt, viszont nem szabad meghalnia, ne felejtsük el, ahogy senki másnak sem Krummelt elrúgják onnan, a köcömmel volt, aki ráportált, közben megy a sebzés hátul. Nem tudják sebezni egyelő Caitlyn-t, Larsen be tudta fejezni Kledet, ez pedig a Hextech ultimátummal Caitlyn borítékolható halála volt. Jelenleg kettős gyilkosság az, ami Larsenen van. Köszönöm, pedig kapott egy lekötözés, Hedóra lehet a fókusz. Mekkorát kapott Nero, a Jézus azonnal rámegy Rift és befejezi őt is. Mintha a csapatharcokban az MNM csapata magasan dominálna, és ezen belül pedig Larsen. Mintha. Finoman fogalmaztál. Viszont a szurdok hírneke ugyan a Millennium csapatát erősíti, de a baronnasor könnyen lehet, hogy éppen majd az ellenfelükhöz kerül. Azért teleport. Bluster érkezik. Mondom, és a közelben van, szép a vonzás hullám, legalábbis Akutsumét le tudta kapni, onnan jön Bluster, legalábbis megy előre. Próbálja Larsent megölni, Hedó meghalt hátul, mit kell áldozni, ezért a baronért menekül a Millennium gárdája. Villan Rifty, Bluster hátulról sebez, jó a medvecsapda, talált Riftin, Blustert nem olyan egyszerű eltüntetni. Érkezik közben Murmel, jön a hátsó segítség, be tudták fejezni Krujmet Hátor, legalábbis Riftnek sikerült. Ludenz is meghalt, ez három ember halálát jelenti.
az MLM csapatából, míg a Millennium csak egy embert áldozott, ez a baron így nem biztos, hogy megértek, közben pedig megjött a hírnek is a középső ösvény. Igen, és láthattunk már olyat, hogy két tornyot simán ledöntöttek a szurdok hírnökének erősítésével. Erre most lehetősége van a Millenniumnak. Bár ugye a baron nasolt azt éppen az ellenfél csapata hozta. Ott van, igen. Nem akartam azzal példálozni, hogy solo cube-on mi is hoztunk már belőle majdnem három tornyot, de ez az, ami megfigyelhető, és ugyan két emberen ott marad. Nevezetesen talán pont Hedon és Kadiron? Nem. Csak Kadiron és... Csak Kadiron. Ki élte még túl? Szerintem csak Kadir. De persze, meg közben Rift is meghalt. Igen. Rift meghalt, úgyhogy ez csak Kadiron maradt, bizony. Hát akkor ez így viszont nem érte meg. Így nem. Főleg a hírnökkel elhozott kettő darab torony, illetve a középső ösvényes inhibitort védő torony életerejű vesztesége miatt nem. Szépet villámlott, láttad? Milyen jó lenne az idézők szurdokába, és csak így elkezdene esni néha az eső, nem? Tökre tetszen, hogy változtatnak az időjárást. Mert mondjuk hó néha van, az igaz, de az is inkább csak télen. Na de, 23. perc. Gyilkosságok tekintetében meglehetősen kiegyenlített ez a mérkőzés. Viszont egyéb célpontokat, hogyha nézzük, akkor a Millennium csapata az, aki egyelőre rendelkezik 4 toronnyal. Ezt most csak 2 torony lemaradásra csökkenti az MNM csapata. És lehet, hogy ugye csak egy emberen van jelen pillanatban a baronnasod erősítése, de ez bőven elég lehet akkor. Hedó! Azonnal egy mantraszt inspirációval, illetve a pajzsal, ugye Orianna pajzsával tudják őt megmenteni. Kicsit komolyan vette az MNM ezt a kezdeményezést. Viszont Rifty Blonsterrel találkozik, ami egy meglehetősen kiegyenlített csata lehet. De tudod, hogy miért tehetik meg ezt? Egyébként eléggé magabiztosan, mert egyrészt Blonster elmenekül az előre képességével, másrészt Rifty rendelkezik teleporttal. Még ugye az ösvény ellenfele Blonster nem. És az is igaz, hogy egy kleddel gyorsan oda tudsz érni a csapat harcokba, és tudsz meglehetősen nagy bonyodalmat kelteni. Viszont Rifty rajta üthet Niro, de a gubója nem talál. Hát ebből a baronnasorból szépen elhozott egy tornyot az MLM csapata. És mindenféle trollkodás nélkül azt hiszem kijelenthetjük, hogy egyáltalán nem érte ez meg nekik. Igen, szerintem is egyet kell, hogy értsek azzal, amit mondasz. Közben pedig ugye láthatjuk, ahogy kialakulnak az erőviszonyok. És egy perc múlva újabb sárkány érkezik az idézők szurdokába. Igen. Amilyen, mert kezdődik is egy picit a buli, legalábbis az őrszemjáték szempontjában mindenképpen. Amennyire a Millennium magabiztos a rajtaütésekben és az ilyen 2v2-es szituációkban, az MNM annyival erősebb csapatharcban, és tudom, mit mondok, hogy ez miért van? Szerintem Larsen miatt. De az biztos, hogy az Orianna kezelése, hát legalábbis, kiegyensúlyozott, de én egyelőre azt mondanám, hogy kiváló, és nem nagyon lehet benne hibát találni, bár az is tény, hogy azért a csapata elég rendesen aládolgozik. Hedo is végig ugye ott van, és még Ludiz is inkább beáldozza magát. Uh-huh. Tehát inkább ő kerül rossz pozícióba, de Larsen az esetek túlnyomó részében meglehetősen sokáig él, hát gyakorlatilag ugye egy halállal rendelkezik. Az pedig, hogy Rifty és ugye az ő Hextech ultimátuma bent van folyamatosan a csapat harcokban, az egy olyan fegyvertény, ami miatt a Millennium csapata nem tud igazándiból, hát hogy mondjam, egy rohammal beérkezni, még akkor sem, hogyha van egy Bloomsterük és van egy Kledjük. És azonnal Uden próbál kilépni ugye Akatsunéra, Rifty pedig hátul Krujmelt bántja, jönnek a sebzések a lövészektől, de Larsen ki van zónázva, nem tud átjutni a félcet falon, vissza kell lépni, de Larsen még semmit nem osztott ki abban, hogy benne van. Ez Rifty halálát eredményezte, akit hátul könnyűszerrel fejezett be a Millennium csapata. Igen, ahogy te is kiemelted, most ez a fércelt fal szerintem sokkal jobban működött, mint két csapat harccal ezelőtt, amikor ugye bezárták, összezárták önmagukat Larsennel. Most Larsent
zónázták itt teljes mértékben, és így ugye ki tudtak mozdulni, meg tudták ölni Riftit, és már inhibitort vérő tornyot hozhat a Millennium csapata. Akár egy inhibitort is, azt mondod? Lehetséges. Könnyen előfordulhat, ugye egy hegysárkányt éppen most szereztek. Igen. Célpontokra érkező sebzésük bőven növekedett, viszont ne felejtsük, egy Rifti nem sokára visszatér a mérkőzésbe, 7 másodperc, így vissza kell vonulni a Millenniumnak, hiszen egy hosszabb csapatharcban már 5v5-ben harcolnának. Igen, de egyébként azt mondanám, hogy a mérkőzésnek a korai szakasza az nem is feltétlenül a Millenniumé volt, persze jól elhoztak, könnyen elhoztak gyilkosságokat az alsó ősvéről, de a csapatharcokban egyértelműen az MNM csapata dominált, viszont úgy tűnik, hogy meg lehet a válasz Larsennek az Orianájára, nevezetesen nem hagyják, hogy ott legyen a csapatharcban, mert hogyha ezzel a fércefallal megint ki tudják őt zárni, akkor így ember előnyben amúgy is, ugye könnyebb csapatharcot nyerni, de hogy a legnagyobb sebzés hordozót nem elérhető, úgy meg aztán főleg, és ugye az idő véleményem szerint a Millenniumnak dolgozik, mert oké, ott van egy Kemil, aki nem lesz gyengébb, viszont ott van Kadirnak a Lee Sinje, aki ugye ahogy telik az idő, úgy lesz kevésbé számottevő, és igazándiból a végső képessége lesz csak az, ami fontos. De a Millennium csapatánál ott van Bloomsternek a hőse a felső ösvényen, ott van Murmelnek a Caitlynje, akik a mérkőzés végső vagy késői szakaszán hatalmas nagy sebzéssel fognak rendelkezni, nem beszélve arról, hogy szerintem egyébként Bloomsternek még félig meddig a tankossága is meg lesz arra, hogy életben tartsa ezt a lövészt. Mit kap Bloomster Riftitől, látod? Tehát az a Kemil ugye Hydrával, illetve háromsághatalmával sebez bőven, azonnal ki zavarja Scar-t, és fordul, egységben az erő szinte azonnal eltűnt a pajzs, a megváltás a másik oldalról jön, és éppen megkapja Rifti. Bloomsternek vissza kéne hoznia ide Scar-t, akit sikerült is, ezzel Rifti halálát írták alá. Igen, és egyébként azt még be sem tudtam fejezni, hogy még egy félig meddig tankos Shen is ott van, akinél jó, nem feltétlenül a tankossága lesz az, ami számottevő, de pont a végső képessége a tökéletes kifejezés rá, amit most is láthattunk egységben, az erő. Közben Murmel villan ki egy jó kristálynyél lesző. Fájt volna, ha talál, elég hosszú kábítást kapott volna ebből Murmel. Lomster pedig kis sebzést fog kiosztani az alsó ösvényes toronyra, viszont ez sokáig nem tudja tartani, hiszen érkeznek a minionok. Hát fájt az lett volna, az biztos. Csak valószínűleg Murmel nem sok helyig éli azt túl. Ez így van. Jön a halálpontos lövés Kadirra, aki arrébb lép, ott a félcelt fal. Ez egészen nem állítja őt meg semmiben. Hát úgy közben pedig egy tornya tudott elhozni a piros csapat. Ne felejtsük, egy Blomsternek nincs teleportja, eszembe Rifti most érkezik meg, Nérót azonnal be lehet fejezni, le is törlik a pályáról. Kérdés, hogy meddig lehet ebből tovább menni, hiszen Blomster elindult és végső képességgel hamarosan ide is fog érni. De nem használtak el nagyjából semmit a sárkány dühén kívül azért, hogy le tudják szedni Nérót. Kadir villant mondjuk, de ennyi. Ezen kívül mindennek ott lesznek a csapatharcban. Lassan kristálynyi vesző és visszatölt. Igen, mondhatnánk, hogy az MNM csapatának a küzdelmekben van az erőssége, viszont a Millennium csapata célpont játéka szerintem sokkal jobb, és jobban is működik. Látszik ez ugye a három tornyos előnyből. Az lesz itt a nagy kérdés, hogy ezt az élő baronnasort melyik csapat fogja tudni elhozni, illetve hát jó, nem is az, hogy melyik csapat hozzá, melyik csapat fogja tudni kihasználni, hiszen láthattuk, hogy az MNM csapata már rendelkezett egyel, mégis sokkal inkább, vagy hát rosszabbul jöttek ki, na, nem egy bátor vállalás, hogyha ezt mondtam. Tény, hogy eléggé megállapítható volt a baronnasor hasznosságának a különbsége. Viszont az is igaz, hogy a két csapat nagyon fejfej mellett van az egymás mellett. Tehát eléggé kiegyenlített dacár annak, hogy a Millennium mennyivel jobban kezdte a játék korai szakaszát. Az MNM abszolút felnőtt hozzá, és amióta a csapatharcokról beszélgetünk, talán túl is nőtte őket. Kérdés, hogy Larsent mennyire tudja kiszedni a Millennium majd, hiszen egy jó kubót kezdeményezéssel, illetve egy felbőszítéssel akár el is lehet tüntetni ezt az Oriannát. Hát az biztos, hogy például Ludiznak az esélynek a sebzésére még mindig várnunk kell. Hiszen jó, hogy rendelkezik egy hurikánnal, meg ugye egy letaszított király kardjával, viszont ha emlékezetem nem csal, akkor most már annak az S-nek a Q képessége sem működik együtt a hurikánnal. Azonnal jön a sebzés, itt a megváltás is jött közben hátulról, megérkezik Blonsterfin, előre is megy, Kadir tellett akarítani, meg
vonzás hullám két embert ránt össze, ahol benne van Morbert, aki hiába használt el a sejmövet, nem tudott onnan kimenekülni. Közben pedig Blomster az, aki a Hextech ultimátumban áll, hiába a doboz használat, sehova sem ész, neked is annyi. Ez így egy 1-3-as csere, vagy inkább 3-1-es, hogyha nem ezzel a hasonlattal akarunk élni. A Millennium kikapott ezen a csapatharcban. Igen, és ez még nagyon sokba kerülhet nekik, illetve kifejezetten Kruimelnek a rossz fércelt fa használata miatt. Itt eleve, ugye az volt az érdekes, hogy Larsont hagyták. Folytasd kérlek. Igen. Már még jöhet a Kitsune is. Szóval Larsont ugye hagyták egyrészt elhasználni a végső képességét is, amivel két embert is elkapott. És persze ott volt hátul Bloomsurfing, de nem nagyon foglalkoztak vele, inkább az úgymond könnyen ölhető célpontokat darálták le. Ebben megint közrejátszott az, hogy Niro egyrészt rosszul pozícionált, másrészt, hogy rá is fókuszáltak Kadir által. De az egészben a legrosszabb tényleg az volt, hogy oké, már igazándiból egy vesztett csapatharcban állt a Millennium, de Kruimel azért még szépen bezárta azt a Caitlyn-t, hogy esélyese legyen menekülni. Nem tudom, talán még volt ott annyi hely, hogy ki tudott volna bújni, csak ideje nem volt már megkerülni azt a falat. Szerencsétlen helyzet volt, láthattunk már egy nagyon-nagyon jó fércelt falat is, most egy gyengét figyelhettünk meg. Ez az óceán sárkányt pedig az M&M csapata úgy fogja elhozni, hogy semmiféle ellenállást nem tanúsít a Millennium gárdája. A Baronnasort kéne most valahogy úgy kihasználnia az M&M csapatának, hogy abból értékes célpontokat hozzanak-e, vagy hogyha már ugye jók csapatharcban, akkor megnyerjenek egy olyan csapatharcot, ami után gyakorlatilag ingyen mehettek inhibitorért, vagy inhibitort védőtoronyért. Biztos, hogy kell ehhez csapatharc, hopp, közben Larsen próbálják leszedni, nem talál a kristálynyi vesző, hiszen a vonzás hullámmal áthúzta Akatsune így az ellenfelüket. Ludens kap egy jó adag sebzést, fércelt fallal érkezik hátulra közök Kruimel. Halálpontos lövés, elvillan Ludens, nyíl egyenesen Hadownak a hátán, túlvillan, így nem tudja megvédeni társát. 2-0-ás csere, remek játék a Millenniumtól. Ja, de jól láttam egyébként, hogy Hado is és Ludens is villantak? Igen. Hogy Hado azért, hogy felvegye a halálpontos fejlövést, Ludens meg... Hát nem tudom, hogy miért. Hát, én sem voltam benne biztos, mindegy. Az viszont biztos, hogy ezt a barant sem használja ki jól az M&M csapata. Nem, hogy tornyot vagy tornyokat hoznának belőle, még ők azok, akik elveszítenek két embert és egy inhibitort is. Ez most már meglehetősen nagy pozíciós előny a Millennium csapatának. Egyetlen egy dolgot jelent, hogy kiegyenlített a meccs. Konkrétan, hiszen míg a Millenniumnál például szét vannak szórva a gyilkosságok, így az M&M csapata ezzel szemben szinte csak Larsen az, akinél sok van, meg ugye azért Rifty rendelkezik egy jó párral. Igen, az, hogy az M&M csapata, vagy csapatának a lövésze gyakorlatilag még a meccsnek a 35. percére sem tudott kiteljesedni, az nagyon-nagyon nagy visszatartó erő az M&M csapatának. Ezzel szemben nézzük meg Murmelt. Egyrészt határtalan penge, másrészt gyors tüzelőágyú, hurikán, ott eleven szabja is, amivel ugye még az úgymond CC-ből is ki tud jönni, és ott van nála egy lágyvért, amivel ne legyenek kétségeink, őrangyal fog készülni, előbb vagy utóbb, és nézd meg azt a több mint 100-as farm különbséget. Ez az, ami leginkább szembe tűnik. Oké, hogy Larsen is legalább 100-zal vezet, ugye Kruimellel szemben, de hogy egy elnyújtott csapatharcban az a Murmel biztos, hogy többet fog sebezni, mint bárki más, afelől ne legyenek kétségeink. Azt a vörösszedre hát pedig ellopták, ha jól látom. Pedig Nerónak kijött a sújtása, csak nem jó. Így ő nem tudta ezt megszerezni. Ezzel szemben ellenfelének igen, és ha jól látom, ott a lovagi eskü. Igen. És össze is van kötve Murmellel. Aki egyébként eddig a pillanatig rendelkezett is vörös erősítéssel, meg eleven szabjának az aktív képességével. Eleven szabja, illetve őrangyal. Eléggé védekező tárgyválasztások vannak. Védekező? Hát abból a szempontból, hogy az őrangyal ugye újraéleszti. Persze tudom, hogy már Kályán karddal egy sebzést is kap belőle, illetve az eleven szabjával. Csak azt mondom, hogy ez egyfajta defenzív építkezés a lövésznek. Igen, de olyan, kicsit olyan, mint ugye az átoknyelő. Vagy a Malmorcius bennél. Persze, jó, de azért az sebzést bőven. Átoknyelő, azt pedig ugye Ludensnél van. Tehát beszélgethetünk. Igen, itt. Igen. Hop. Kadir. Nem Kadir.
Nem csak mint tárgyat említettem meg, de egyébként tény, hogy átok nyelővel Ludis rendelkezik, hiszen Blomsternél például ott van a Malmarsis gendője is, meg egyébként egy Titán Hydra. És lehet, hogy Blomster is őre lehet, egyébként. Könnyen lehet. Simán benne van a pakliban. Nifty pedig. Igazából ez egész mérkőzés erről szól, hogy folyamatosan érkeznek a rajtaütések, és valaki mindig megmenekül nagyjából. Így a nagyobb meneküléseket láthatunk. Közben Kadir megy, és gyönyörű, ilyen inszekes villanással törlik le Krujmelt a pályáról. Hagysztek ultimátumból, Murmel nem nagyon tud kijutni, de hogyha Nifty elhagyja ezt az ultimátumot, akkor igen. Sikerült szépen kiszedni a középső ösvényes játékosát a Millenniumnak. Ezt viszont most már tényleg célpontra kell váltani. Igen, és ugye annak köszönhetően, hogy még több mint fél percig nem lesz itt az idézők szurdokában, ugye eleve a végső képessége ki van zárva, tehát Larsen nehézebb lesz gyönyörű kizárni. És gyönyörű a vonzás hullám, de Blomstern ne felejtsük, hogy kijut belőle, hogyha leesik Skarról. Murmelnek kell villani, villog az egész Millennium, Blomstern befele megy, torony alatt harcolnak. Ez nem biztos, hogy jó pozíció nekik, hátul be lehet fejezni Murmelt, sikerült Riftnek leszedni az ellenfelét, legalább a torony legyen meg emellé, ha már kettő embert is megöltek. Megölték, de nézd meg Blomstert, oké, egyébként, hogy Rifty el tudta takarítani a Millennium csapatának lövészét, mert ezt meg tudta tenni, de mindeközben Blomster ugyan torony alatt, de három ember zónázott ki egymaga. És ez volt az, ami végsősorban azt hiszem kritikus volt ebben a csapat harcban, mert mit mondtam, jó, a lövész meghalt, de az M&M csapata nem tudott tovább menni. Nem volt rá esélyük, mert Kled kijátszotta őket a pályáról, meg hát nyilván a toronynak a sebzése még ilyenkor is jelentős. Ez a szemben, hogy Strifty ugyanezt csinálta a másik hátsó sorral. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a felső ösvényeseknek volt az áriája. Jó, csak azért mondom, hogy az M&M ugye előnyben volt, Krujmel sem élt, és csak azért nem tudtak még előrébb menni. Persze, persze, amúgy, persze. Igen, nekik állt a zászló. Nézd csak meg ezt a farmot, amit Larsen összehozott magának. Ez egy ilyen laza 400-as farm. Több, mint amennyi perc eltelt a mérkőzésem. Tűnik, hogy szereti látogatni a dzsungelt, illetve az egyéb ösvényeket. Hát csak most már hova farmol, meg minek? Hát most már nem hiszem, hogy annyira fog, most már csak feltolja az ösvényt, aztán lehet, hogy megveszi még egyszer az egész tárgyválasztását, hogy ne unatkozzon annyira, hogy ne húzzák le annyira attól az aranyak a zsebét. Hát vagy tudod, majd ilyen jó felső ösvényesként majd veszi a zírot kaput, aztán ja, el is adja rögtön. Aha. Aha. Hát igen, mondjuk Larsen tényleg jó felső ösvényes, az egyik kedvencem. Jelenlegi metában szép a kristálynyilvessző, és ott lehet még egy inszekrugás, megint darabokra szedik Krummelt. Nem azt mondtam, hogy ő felső ösvényes, mint egy jó felső ösvényes. Te hallod, hogyha leászolják a csapatot, akkor is kitértél volna erre? Igen. Ha, értem. Jó, elnézést kérek. Hát csak Krummel halt. Csak. Végül is csak egy középső ösvényes. Középső, ő is, mint Larsen. Itt pedig egy inhibitort védő torony dől le, amiben lehet egy inhibitor is. Rifty megy előre, akutszom el célpont. Nem tudsz villanni a paktumból, akárhova mész, csak arrébb viszed a helyzetet. Így 2-0-ás a csere, és most már egyértelműen kijelenthetjük azt, hogy a kék csapat erősebben játsz meg a csapatharcokat, és amiket egyébként Lissin leművel, gyönyörűek. Rifty pedig megy előre, és be tudja fejezni Murmelt, ez pedig a mérkőzés, ott a vonzás hullám Larsentől, ott van minden kutyafüle, hiába tér vissza 8 másodpercben a Krujmel, az nem fog érni semmit. Az első mérkőzést az Európai Challenger Series kvalifikációban nem más nyeri, mint az M&M csapata remek játékkal, a Millennium pedig 0-1-jel indítja. Igen, az Egyesült Királysági csapat húzta be ezt az első mérkőzést, a Millenniumnak pedig úgy tűnik, hogy ez a rostere még annyira nem értek össze. Az látszik, hogy egyénenként egyébként ügyesek, ebben nincs hiba, de csapatként az M&M most jobban teljesített, illetve hát egy nagy köszit azért majd elmondhatnak Larsennek, illetve Riftnek, főleg az alsó ösvény párosuk. Így van, Edi, és egyébként nagyon jól játszott a Millennium az elején, nagyon jól játszott, meg mind, ahogy te is kiemelted. Mondjuk, hogy a rajtaütések szempontjából sem voltak rosszak, sőt, jól érkeztek. Hát a korai rajtaütések gyönyörűek voltak. Viszont ennyi. Tehát a csapatharcokat nem tudták jól megjátszani, ezen felül az ellenfeleik sokkal magabiztosabban kezelték ezt a helyzetet. A Millenniumnak egyszerűen ki kell nőnie ezt a gyerekhibát, és a csapatharcok végére is odafigyelni. Igazándiból, hogyha volt gyenge pontja a Millennium csapatának, akkor csak ez volt, mert mentek a célpontokra, hozták a sárkányokat,
amikor ugye Baranna sort hozott az M&M, akkor azt meg tudták büntetni. Uh-huh. Én látom bennük a potenciált, de tény, hogy ezen a meccsen az M&M jobb volt. Nem tudok belekötni ebbe, hogy mondasz. Mit szólnál, hogyha szünetelnénk egyet? Szünetelj. Szüneteljünk, akkor nem sokára érkezünk vissza a következő mérkőzéssel, addig pedig akkor elfutnánk mi is egy gyors szünetre. Sziasztok!